szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. A mai műsorban egy különleges esküvő vendégei lehetünk, foglalkozunk az autizmus világnapjával, végül pedig egy színes programsorozatról is beszámolunk Önöknek. Tartsanak velünk! 4 ifjú pár kötötte össze életét a Fehérvár csurgói Károlyi kastélyban. Festői környezetben, családjuk és barátaik körében mondhatták ki a boldogító igent. A szertartás előtti utolsó percekben Blankáról és Bálintról még készült néhány fotó a Festői Károlyi kastély kertjében. A fiatalok 3 éve ismerik egymást, a mennyasszony mindössze 19 éves, de azt mondják, nem volt kérdés számukra a házasság. Nálunk amúgy különösebben nem volt fura, hogy ilyen fiatalon házasodunk. Ismeretségi körben persze ezen néztek egy kicsit, hogy hoppá. De mi ezt így jónak látjuk, mi neked nagyon szeretjük egymást. Egy teljesen véletlen fordulat kapcsán találkoztunk egy ilyen kis táncos eseményen, ahol mind a ketten ilyen nyitótánchoz álltunk be. Lehet, hogy a véletlen műve lehet, hogy az anyukák segítettek ebben, de mind a ketten nagyon örülünk ennek a fordulatnak. Blanka és Bálint is nagy családból származik, ők is legalább 3 gyermeket szeretnének. Mi 4 vagyunk testvérek, de hogyha a kiterjesztett családomat nézzük, a Bodó családot, akkor van 35 unokatestvérem, összesítve van egy Bodó táborunk nyaranta, ami nagyon izgalmas esemény, ilyen 150-en szoktunk lenni, úgyhogy itt én a 21. vagyok a sorban, a Blankáik pedig 7 testvérek. Összesen 4 pár kötött szombaton házasságot a Károlyi kastély dísztermében. Volt, akit az sem táncolított el, hogy előző nap eltört a lába. A nagycsaládos esküvő elnevezésű pályázatot már 3-szor hirdették meg. Az esküvő költségeit a Nagycsaládosok Országos Egyesülete állta. Ti, akik most itt álltok Isten, a családotok, rokonaitok, barátaitok előtt, azért vagytok itt, mert vágyjátok ezt a közös életet. Élvezitek egymás társaságát, megláttátok egymásban azt a társat, akire rábízhatjátok magatokat egy életre. Holnap lesz a Boldogság világnapja. Talán nem is tarthatnánk jobbkor ezt az esküvőt, még akkor sem, ha a házasság nem csak boldogságról szól, hanem a megőrzéséről, az egymásért tett szívből jövő erőfeszítésekről is. Soha nem tapasztalnánk meg a bátorságot és a türelmet, ha az élet csak boldog pillanatokból állna. De bármilyen nehézséggel is kell megbirkóznotok, szívből kívánom, hogy tudjatok egymásra nézni, egymásból erőt meríteni, és ahogy ez ige mondja, tudjatok örülni az Úrban mindenkor, minden körülmények között. Hisz bármekkora a nehézség, a szeretet, a szerelem, az öröm, a másik boldogsága ösztönöz. Szentkirályi Alexandra kormányszóvívő azt mondta, Magyarországon egyre többen döntenek a házasság mellett. Az élet minden területére igaz az, hogy fontos a kiszámíthatóság, hiszen a bizonytalanságban való tipródás, a kételkedés az nem épít, hanem rombol. Az együttéléshez pedig elhatározás kell, de házasságot kötni az egyik legnagyobb vállalást jelenti. Azt jelenti, hogy kitartunk egymás mellett a jóban és a rosszban is. És néha egyébként a jóban kitartani talán nehezebb, mint a rosszban. A média egyre többször harsongja felénk, hogy a házasság egy avittas, régi módi dolog, aminek egyre kevesebb a 21. században a létjogosultsága. Erre az egyik élő cáfolat éppen ez a mai esemény, ez a 4 jegyes pár, akik a mai napon a megszokottnál szélesebb kör előtt mondják ki a boldogító igent. És ezzel együtt közvetítenek egy nagyon erős üzenetet is a külvilág számára, mégpedig azt, hogy érdemes igent mondani a másikra. Tavaly 72 000 pár kötött házasságot Magyarországon, csaknem 5 000-el többen, mint egy évvel korábban, és mintegy 2-szer annyian, mint 2010-ben. Igényes zene és gasztronómiai különlegességek vártak mindenkit Fehérváron március 3 szombatján. A programsorozatot különböző helyszíneken rendezték meg. Kedves
Kelemen Angelika és Dorogi Ákos duójával indult a gasztro és zeneünnep második szombatja a Mátyás király emlékműnél. Előadásokban a 20-as, 30-as évek swing slágereinek feldolgozásai szólaltak meg, de blues és soul stílusú számokat is játszottak a közönségnek. Az előadók nem ismeretlenek a fehérváriaknak, több hasonló rendezvényen találkozhattunk már velük. Mindig próbáljuk hangulatosan, és mindig próbáljuk úgy játszani, hogy szeressék az emberek. Mi nagyon szeretjük, és azt gondolom, hogy ha ez már így árad belőlünk, akkor az már így valamit jelent talán a közönségnek is. Én nem tennék különbséget utcán vagy klubban, persze egy klubban sokkal hangulatosabb, de ennek is megvan a bája, ennek az utcai zenélésnek. Baby, baby. Az énekesnő elmondta azt is, hogy nagyon szeret városunkban játszani, hiszen Fehérvár kulturális életének szerves része az igényes jazzzene, ami igazán ritkaságnak számít az országban. Hát én nem Fehérváron élek, viszont nagyon sokat vagyok itt, mert a Bodajki Hangszintér gimnáziumban, művészeti gimnáziumban tanítok, és hát nagyon sok tanítványom van, akik már, például Orsovai Reni is, aki majd este fog játszani, őt is volt szerencsém tanítani annak idején, és én nagyon örülök annak, hogy Székesfehérváron ilyen népszerű a műfaj, és ugye a Kodolányi Egyetemen is képzés van, és gondolom, hogy az ottani diákok is nagyon sokat játszanak, szóval én szerintem ez egy ilyen egyedi dolog az országban, de hál' Istennek, hogy létezik itt Fehérváron ilyen esemény. Az ingyenes koncertek mellett gasztronómiai különlegességekkel, termelői és kézműves vásárral készültek a szervezők. A programok alatt pedig ingyenes játszóház és gyermekprogramok várták a családokat. Estétől 4 fehérvári étterembe költözött a rendezvény. A jobbnál jobb dalok mellett igazi gasztronómiai különlegességek vártak mindenkit. Alapvetően az Alberége Jazz Fesztiválnak köszönhető az, hogy az Ökotudatos Fiatalokért Egyesület, aki ezt a rendezvény sorozatot szervezi egyébként, egész márciusban itt Székesfehérváron megkeresett minket, mert hogy látták azt, most a 8. alkalommal szerveztük meg Vörös Tamás főszervező társammal, és látták azt a fajta igényességet, amit a jazzzene vagy a jazzhez közeli műfajok jelentenek, és nagy sikerrel működnek minden nyáron, és arra gondoltak, hogy akkor fogjunk össze. Ők hozzák az igényes kézműves dolgokat, mi hozzáteszük az igényes zenét, és csinálok egy ilyen tavaszköszöntő rendezvénysorozatot márciusban itt Székesfehérváron. A rendezvény záró napján elsők között Pirityi Imre és zenekara varázsolt igazi rock hangulatot a palotovárosi tavakhoz, majd őket követte a szintén hangszinteres múlttal rendelkező Crescendo Selecta, aki R&B és funky dalokat hozott a közönségnek. Úgy gondolom, hogy megérte, tehát hogy a jó zenéért felelősek voltak Mics Gergőjék, úgyhogy fantasztikus hangulatot hoztak mind a három helyszínre. Illetve mi hoztuk a gasztrovonalat a saját a vegyél Fejérten belüli Fejér megyei termelőkkel, kézművesek vannak még itt, illetve hát gyerekprogramokkal csalogattuk még a családokat ki erre a szép tavaszi napra. Nem csak a zenekaroknak volt ez a három hétvége kiváló lehetőség arra, hogy népszerűsítsék magukat, a hazai termelők is bemutathatták portékáikat. Erika elmondta azt is, bejöttek a számításaik, egész márciusban sikerült megmozgatniuk a fehérváriakat a különféle programokkal. A civil központ előtti rendezvényeinkhez szoktatjuk oda a térre az embereket, ahogy látjuk, hogy ahogy így egyre több és több rendezvényt csinálunk az ügyeletes gyógyszertár előtt, egyre többen jönnek. Hát a belváros az fantasztikus siker volt, tehát hogy nyilván az átmenő forgalom miatt, meg azért, mert olyan jó programot hoztunk, hogy megtöltöttük a teret, illetve most is itt, tehát a Palotaváros meg itt ebben a zöld millióban fantasztikus. Szerintem jó lesz, ez meg szoktuk mozgatni az embereket. Aki pedig most lemaradt volna erről a három alkalomról, annak sem kell aggódnia, hiszen az előttünk álló időszak is bővelkedik még gasztro és zenei programokban. Kifejezetten, amit Vörös Tamás főszervezőtársammal szervezünk most már 9. alkalommal, ugye az Alberégia Jazz Fesztivál, ott már térdelő rajtban vagyunk, augusztus 4-5-6, hogyha jól emlékszem az idei dátum. Megvannak a zenekarok, hát idén is érdemes ezt kilátogatni, idén végre lesz megint világsztár, egy nagyon komoly, nem akarok még titkot elárulni, de egy nagyon komoly zenekar érkezik hozzánk. 3 napon keresztül a Bartók Béla téren megint várunk mindenkit szeretettel, és az a rendezvény is most már 4. vagy 5. alkalommal egy ilyen gasztro fesztivállal is kibővül, igényes, finom ételekkel, borokkal, úgyhogy tényleg mindenkit várunk szeretettel. Április 2-a az autizmus világnapja.
A téma kapcsán Rába Juditot hívtam vendégül, az Arany János Egymi gyógypedagógusát szeretettel köszöntelek. Én is köszöntelek titeket és a kedves nézőket. Szerintem nem lehet elégszer beszélni erről a témáról, és ha már a múlt szombaton volt az autizmus világnapja, akkor egy picit beszéljünk arról, hogy szerintem mindent vesézzünk ki, kezdve attól, hogy mi az az autizmus, de ugye, hogy miért fontos ez a világnap? Hát az autizmussal élő fiatalok, embereknek alapvető nehézségük a szociális, kommunikációs készségükben, a rugalmas gondolkodás, tevékenységszervezésben van. Ezek az alapvető fő tünetek, és ezen kívül a spektrum nagyon széles. Tehát vannak nagyon magasan jól funkcionáló autizmussal élők, és vannak társuló fogyatékossággal élők is. Honnan tudja egy szülő, ugye nyilván ezt most gyerekkortól kell elkezdeni figyelni a szülőnek, illetve hát nem kell, de hát nyilván vannak olyan tünetek, amiket észrevesz a gyereken. Honnan tudja, hogy baj van, és milyen kortól lehet egyébként észlelni a tüneteket? Hát szerencsére most már nagyon korai időszakban tudják ezt diagnosztizálni, egyre koraibb, tehát régen, amikor én kezdtem ezt a műfajt, akkor viszonylag későn, olyan 6-7 éves korban kezdték el valójában diagnosztizálni, akkor kaptak valójában kódot, autizmussal élő kódot a gyerekek. Ma már ezt azért elég korai stádiumban, akár óvodai, mire az óvodába bekerül, óvodai időszakban is megkapják. Hát az első tünet az biztos, hogy az, amit a széles közönség is ismer, ugye a szemkontaktus felvétele, bizonyos hangadás. Igen, annak hiánya, felvételének a hiánya, köszönöm. Akkor az ilyen hangadások, gőgicsélések, beszéd, akár a beszéd teljes elmaradása, akár csak foszlányok, akár saját nyelvhasználata, tehát ezek mind ilyen sajátos felhívójelek lehetnek. Ezen kívül jellemző azért bizonyos bizarréria viselkedésekben, vagy bizonyos dolgokhoz való ragaszkodás, evések terén is vannak jellemzően különbségek, tehát jellemzően vagy egyfajta dolgot esznek, vagy kevés dolgot esznek, jobban preferálnak dolgot, és ezek mind ilyen felhívó jelek. Ma már azt tudjuk mondani, hogy egyébként ennek olyan széles ismerete van, hogy most már a védőnők szerintem egész jól felismerik ezeket a tüneteket, még akkor is, ha a szülőben esetleg csak kérdőjeles, és ők azért jól el tudják irányítani őket azokba a központokba, ahol ezeket felmérik és megnézik, hogy valóban érintette a gyermek. Mi a menete egyébként ennek? Tehát, hogyha mondjuk egy szülő észreveszi a gyerekén, hogy egy kicsit másképp viselkedik, és valószínű, hogy szakemberhez kell ezzel fordulni, akkor hova forduljon, mit tehet, és milyen útjuk van nekik? Hát, hogyha nagyon korai időszakban van, akkor mindenféleképpen nyilván a családorvosnak kell megmutatni, vagy a gyermekorvosnak, és utána pedig mindenféleképpen a szakértői bizottság elé kell vinni a kisgyereket, és ott különböző felmérésekkel diagnosztizálják valójában, hogy ez a gyanú beigazolódik-e vagy sem. Ezen kívül nálunk ugye itt van a tóparti ambulancia, oda sokan járnak, és amit mi, amikor én még kezdtem, akkor mi Budapestre, a Vadaskertbe mérték ezeket a gyerekeket nagy többségében. De most már gyakorlatilag az összes ilyen képességvizsgálóban megvannak hozzá szakemberek, akik ezt diagnosztizálni tudják. Ha jól tudom, akkor a Vadaskertben működött korábban, de aztán nem tudom, hogy ez most is így van-e, hogy ilyen benfekvős egyhetes vizsgálatsorozattal tudták esetlegesen kiszűrni, illetve eldönteni, hogy kapjon-e a gyerek diagnózist, vagy nem, mert hogy nem mindig tudják ezt ennyire élesen eldönteni. Igen, hát ezt a befekvős vizsgálatot, ezt valójában azt hiszem ők találták ki, jól is működött. Nem minden esetben van erre szerintem szükség, de van olyan, amikor tényleg másképp viselkedik a kisgyerek otthon, másképp ugye mondjuk egy óvodai környezetben, ez miatt lehetnek kérdések, és hát nyilván a példa, nagyon sokszor az alvás, ami egy ilyen kritikus pont, azokat ott nagyon jól meg tudják nézni, hogy működik, a család hogy működik egy alvás problémás helyzetben, tudnak ott akkor ebben is segítséget adni, tehát ott igazából ez az, ami szerintem a fő irányvonal. És akkor onnantól, hogy mondjuk kap a gyermek egy diagnózist, akkor onnantól milyen útja van? Mondjuk el egy kicsit szerintem a szülőknek, azoknak, akik hasonló cipőben járhatnak, hogy azért nem kell annyira megijedni ettől, mert ugye nyilván a
most így laikusként mondom, hogy miután egy spektrum zavarról beszélünk, azért egy normál intellektussal rendelkező ember is lehet mondjuk akár Asperger-szindrómás, tehát hogy lehet, hogy épp felnőtt lesz belőle, csak esetleg oda kell figyelnie majd dolgokra. Megijedni semmiféleképpen nem kell. A diagnózis gyakorlatilag a gyerekek segítségére és a családok segítségére van, úgyhogy én mindig azt mondom, hogy ettől nem félni kell. Én azt gondolom, hogy sokszor elhangzik ez a stigmatizálás. Én erről is azt gondolom, hogy nem, a gyermek segítségére van. Tehát, hogy itt ő mindent meg fog kapni, mindenfajta fejlesztést, mindenfajta támogatást, azokat a speciális pedagógiai módszereket, amikre neki szüksége van. Úgyhogy megijedni semmiféleképpen nem kell. És az, hogy kinek milyen lesz később a társadalomba való beilleszkedése, milyen lesz később majd ugye ezzel az autizmussal az élete, az nagyon egyénenként változó, tehát minden gyermek más és más, minden autizmussal élő más és más. Minden gyermekből igyekszünk kihozni a maximumot a saját képességeihez, adottságaihoz mérten, és ma már azért ehhez nagyon-nagyon jó általános iskolák, óvodák, korai fejlesztések vannak. Ami egy kicsit hiányos, az általános iskolai utáni ellátásuk, de azt mondhatjuk, hogy itt Fehérváron mi abban is viszonylag egész jól állunk, tehát most már azért a Szent Kristóf ház, akkor van ugye, amit a Fehérvár Travel segít, tehát ott is mi munkatársaink segítségével délután, és most már úgy hallottam, hogy talán majd ilyen egésznapos foglalkozások is lehetnek azoknak a gyerekeknek, vagy fiataloknak, akik ugye a képzésből kikerültek, és nincs további, tehát nem tudtak igazából támogatott munkahelyre vagy munkahelyre beilleszkedni, nappali foglalkoztató speciális nincs a számukra. Tehát azért ez a város és az itteni szakemberek igyekeznek szerintem mindent a szülőkkel együtt megoldani, és most már szerintem nekünk itt egész jó lehetőségeink vannak ezen a területen is. De ugye vannak azért olyanok is, akik be tudnak illeszkedni. Így van, ne felejtsük el, vannak azok is, akik be tudnak illeszkedni. Hosszú folyamat, tehát azért nem annyira egyszerű ez, mint amennyire szeretnénk mi is, meg mint amennyire dolgozunk érte. A társadalom azt mondhatjuk, hogy ebben az inkluzivitásban és a befogadás elfogadásban még mindig az úton jár, tehát még a végcélt nem értük el, de... Szerencsére azt mondhatjuk, hogy azok a gyermekeink, akiknek sikerült elvégezni egyetemet, főiskolát, azért megtalálják a munkavilágában is a helyüket. Korábban említetted ezeket a képesség szót, és az jutott róla eszembe, hogy vannak olyan autista gyerekek, akiknek lehet, hogy vannak különlegesebb képességeik, vagy ez egy mítosz, nem tudom. Hát de biztos vannak, mert találkoztunk azért ilyennel, de hogy nem ez a jellemző, tehát nem ez a Rayman féle filmben megjelenő jellemző, de vannak képesség, amiben jók. Igen, mert például az egyik az ilyen, ha jól gondolom, vagy jól olvastam utána, az az emlékezet. Igen, a fotó, igen, tehát gyakorlatilag fotózat, tehát ránéznek egy szövegre akár, és nagyon gyorsan meg tudják azt jegyezni. De azért itt azt is meg kell jegyezni, hogy bár meg tudják azt a szöveget, és vissza tudják mondani, de ami a legfontosabb, hogy adekvátan tudjuk használni. Tehát azért sokszor el szoktam mondani a szülőknek, hogy azt, hogy milyen jó az intellektus a kisgyereknek, és meg tudja jegyezni, és nagyon jó tanuló, az nem jelenti azt, hogy az adott helyzetben, amikor erre szüksége lesz, ő jó helyzetben, jókor fogja előhívni a tudását, és jól tudja felhasználni. Gyakorlatilag ez visszavezethető az ő alap speciális sérülésükre, ugye a szociális kommunikációs részére, tehát azért bizonyos helyzetekben használni ezeket a tudásokat, neki külön segítségre van szükségük, úgyhogy mi ezt külön szoktatjuk, segítjük nekik. Én úgy hallottam, hogy ma már egyébként ez az autizmus szinte minden genetikai betegségnél jelen van. Tehát valamilyen szinten velejárója is lehet egy genetikai betegségnek. Erről én még nem hallottam, nem olvastam, úgyhogy nem tudom megerősíteni, sem cáfolni. Azt mondhatjuk, hogy amit biztosan tudunk, hogy egyre több és több diagnózis van. Tehát iszonyatos mennyiségben nő az autizmussal élő diagnosztizált fiataloknak, gyerekeknek a száma. Ezt biztosan tudjuk. Az okát nem tudjuk.
Itt Székesfehérváron milyen lehetőségek vannak? Tehát hova tudnak ők beintegrálódni akár, vagy milyen intézmény típusokban szerepelhetnek? Nálunk van ugye szegregált óvodai nevelés. Itt az Arany János óvodában 4 csoport, most már 4 óvodai csoportunk van. Nagyon igyekszünk, hogy megfelelő és méltó helyet találjunk nekik. Ebben is egyébként a város vezetése és ugyanúgy, ahogy a tankerület is segítségünkre van, úgyhogy nagyon reméljük, hogy ez is majd meg fog oldódni, és egy saját kis óvodai helyük lesz nekik. Most jelen pillanatban ugye a Vörös Marty Általános Iskolának az egyik részében kaptak elhelyezést. Azen kívül, a szegregált nevelésen kívül vannak óvodába integráltan nevelkedők is, akikhez gyógypedagógusaink járnak ki, utazó gyógypedagógusaink, heti eltérő óraszámokban, és ott segítik az oktató-nevelő munkát. Aztán van az általános iskolánk, az is 2 intézmény, vagy 2 telephelyen, úgy hívjuk. A Budai úton vannak azok a gyermekeink, akik szintén szegregált nevelésben, de integrációban nem vesznek részt, és az Vörös Márton általános iskolában van egy olyan iskolai csoportunk, ahol megpróbáljuk őket folyamatosan visszaintegrálni őket a normál többségi általános iskolákba. A cél ugye itt nem az, hogy csak a Vörös Márton általános iskolába, hanem az a cél, hogy a saját lakóhelyükhez tartozó iskolákba tudjuk őket visszaintegrálni. És akkor ezen kívül van még egy készségfejlesztő, azt hiszem készségfejlesztőnek hívják, ahol már a 8-at kijárt, de még ugye szeretnénk őket az oktatás rendszerébe tartani, hiszen a szülőnek is ez nagyon megnyugtató, hogy minél tovább ugye a speciális környezetben, a speciális módszertannál ott maradhassanak a gyerekek, és ez is nálunk ott a Budai úton működik. Uh-huh. Az integrációban pedig gyakorlatilag minden általános iskolában fölelhetőek tanulóink, és oda is az utazó gyógypedagógusaink járnak ki. Uh-huh. Középiskolában szintén integráltan vannak, és aztán így tovább, aki tud menni, az most már vannak főiskolai egyetemi végzetteink is. Tehát akkor ez az integráció, ez nagyban függ attól, hogy mennyire érintett a gyermek? Az integráció sikeressége az nyilván egy épintellektust kell, hogy feltételezzen, és a másik, aminek nagyon fontos kritérium, hogy ugye a szociális kommunikációs készsége olyan szinten jól működjön, hogy tudjon együttműködni, tudjon beilleszkedni, ismerje az alapvető formulákat, tudjon alkukat kötni például, tehát hogy ezek nagyon fontos képességek. Tanulás szempontjából pedig nagyon fontos, hogy nagyon sokszor egyszemélyes helyzetben vagy kétszemélyes helyzetben nagyon jól működik a tanulás, tehát nagyon ügyesen haladnak, de amikor egy frontális oktatás van, tehát bennülnek ilyen 30 fős vagy 20 fős osztályba, és frontálisan szembe jön az információ, nem biztos, hogy lejegyzi, nem biztos, hogy tudja, nem biztos, hogy jól tud benne haladni, nem biztos, hogy be tudja építeni a tudásába, és aztán, ahogy mondtam, hogy elő tudja majd később hívni, tehát ezekre a képességekre mind szükség van ahhoz, hogy sikeres lehessen. Tehát, hogyha mondjuk van egy kevésbé jól funkcionáló gyerkőc, akkor lehet, hogy neki vannak olyan képességei, ami miatt jól fejleszthető, és akkor mondjuk ez a kommunikációs rész, ez olyan szinten előhívható, hogy aztán simán megállja a helyét a társai között? Igen, igen, egyértelműen természetesen most már sikeres integrációkról, vagy visszafelé részintegrációkról beszélhetünk. Tehát most már azért az én csoportomból is kikerült több olyan kisgyerek, aki most már a területi, a lakóhely szerinti területi iskolába jár. Én járok ki hozzá utazógyógypedagógusként, és egész jól működnek, és jól tanulnak. Úgyhogy azt mondhatom, most még így egy ilyen fél évnyi, mert most eresztettünk el több kisgyereket, hogy ez egy sikeres, úgy tűnik egy sikeres projekt volt. Ez nagyban hozzájárul ez a módszer, amit ugye napirendnek neveztek, ami ugye nyilván vizuálisan próbálja a gyermekeket valahogy bestrukturálni. Sokfajta módszerünk van, de az egyik az alap, igen, a képekkel való kommunikáció, illetve a napirendnek a használata, ami egyébként lehet képes is, vagy bármilyen is lehet tulajdonképpen. A lényeg az, hogy a gyermek számára a bejósolhatóságot, az idő múlását jelzi, azt, hogy egy-egy képhez, vagy egy-egy szóhoz milyen szabályrendszer kapcsolódik, mi az, amit mi elvárunk tőle abban a helyzetben. Tehát egy alapvető biztonságot ad a kisgyereknek arra vonatkozóan, hogy ott ne
mindenki mikor, mennyi ideig, miben kell megfelelnie. Egyébként magasan funkcionáló autizmussal élők is, akik akár könyveket is írtak, maguk is leírják, hogy ezek a napirendek és a képek használata nagyon-nagyon nagy, vagy a piktogramok használata nagyon nagy segítségükre van. Tehát sokszor halljuk a szülőktől, hogy jó, az én gyerekem olyan ügyes, okos, nem kell neki képeket használni, mert nem kell napirendet használni, és azért ezek a felnőtt autizmussal élők és jól funkcionálók is elmondják, hogy de, nagyon nagy segítségükre van, úgyhogy mi azt azért szoktuk szorgalmazni a szülők felé is, hogy ez segítség és mankó. Azok a szülők, akik még szeretnének plusz segítséget, azon kívül, hogy mondjuk egy intézményben segítenek, vagy fejlesztésre járnak, hol tudnak még olyan anyagot találni akár, mint például az előbb említetted, hogy segítse őket így a hétköznapokban? Hát mi azt szoktuk mondani, hogy nagyon külön fejlesztésre már a kisgyereknek nincs szüksége, hiszen amikor bekerül a mi intézményünkbe, gyakorlatilag reggel 8-tól délután 4 óráig, amíg el nem viszik őket, tréning helyzet van, én így hívom. Tehát valójában egy olyan helyzet van folyamatosan, ahol szoktatjuk a viselkedést, a kommunikációt, a szociális készségeket, és hát ezen kívül persze tanulnak az iskolásaink. Úgyhogy ez nekik egy folyamatos tréninghelyzet. Itt azt gondolom, hogy ebben a 8 órában ők mindent megkapnak, amire szükségük van, és utána a délutániban mi nem nagyon szoktuk szorgalmazni. A mozgást szoktam én szorgalmazni, és az egyébként nagyon jó szociális integráció téren is. Tehát azért azt ne felejtsük el, hogy a legfontosabb része mégiscsak a szociális integráció szerintem, és azt egy egyszerű edzés beiktatásával is a szülők is megtehetik. Tehát én szoktam szorgalmazni, hogy bizony ők nagyon jók egyébként, jó monoton tűrésűek, úgyhogy nagyon jók lehetnek akár egy jó atlétikában, egy jó hosszú távfutásban, nagyon jók tudnak lenni egy jó úszásban, akár egy hosszú távúszásban, ezekben nagyon jól működnek, és akik meg kicsit szociálisan érzékenyebbek, vagy már oda jutottak, őnekik meg azért jól szoktak menni a labdajátékok, tehát szokták szeretni őket, akár a kosárlabdát, akár a focit a fiúk nagyon, úgyhogy én szoktam szorgalmazni, hogy ide vigyék el őket. Ezen kívül, hogy arra is válaszoljak, amit kérdezett, hogy ezen kívül nyilván vannak még mindenfajta fejlesztési lehetőségek itt a városban, ezeket a szülők meg is fel is ismerik, vannak most már kis csoportjaik is a Facebookon, én úgy tudom, ahol tudnak tájékozódni is erről. Tulajdonképpen minden ilyen külön fejlesztés jó a gyereknek, tehát ártalmasnak semmi sem ártalmas, viszont azt tudom elmondani tapasztalatként, hogy az autizmussal élőknél speciálisan erre nincs külön fejlesztési terület, amiben hiány szenvednének. Köszönöm szépen a beszélgetést, és hát akkor hallhattuk, hogy nem kell csüggedni, mert van segítség. Nem. Van segítség, és van ellátás, igen, itt az iskola, vagy a Székesfehérváron. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Ez volt már az Együtt magazin, köszönjük, hogy velünk tartottak, szép estét kívánok, viszontlátásra!